Szóval akkor elkezdjük a Ashes of Ariandel DLC-t. Egy pillanat türelmet még várjatok már, mert jó. Na most jó. Oké, na szóval elkezdjük a DLC-t. Elvileg itt kezdődne, csak mi ugye a végjátszás során, tehát amikor a base game-et játszottuk, itt beszéltünk egy NPC-vel. És egyébként az az NPC, avval az NPC-vel kell beszélni. De mindegy, nem olyan érdekes, ad egy festményt, meg elteleportál a helyre. Úgyhogy mi is most elteleportálunk arra a helyre. Mi már fölvettük ott a bonfire-t. Sajnálom, nem volt most fotó. Körbefotóztam már párszor azt a parkot. Még egyszer nem láttam értelmét. Na. Akkor lássuk. De régen játszottam már a Dark Souls-szal. Szavasz. Quick, go along. Find one for yourself. A sweetly rotting bed to lie upon. Kösz. Quick, a sweet. Találják magamnak egy ilyet. Egy kis barlangot, meg ilyen rothadó ágyat, amiben befekhetek. Nem kedves. Read message. Only the mighty may proceed. Oké. Kicsit vissza kell szoknom, ugye elderingeztünk, és az azért egy kicsit más. Ó, sétadni nem, ez egy kellemes túra volt, síkon 15 km, ez semmi különös. Sokan vannak. Hagyjatok már végig. Oké, okay. Már csak egy van.
Na. 15 kilométer? Neked az másfél óra lenne? Azért az elég jó tempó. Hát nekem olyan... Hát majdnem 3 óra volt. Shit. Semmi baj, megyünk tovább. Ó, kutyák, de jó. Vagy farkasok pontosabban. Voltak vagy hányan, amúgy. Akkor fölnézzünk már ide a hegyre, hogy mi van itt, hogy... Shit. Entek. Baj. De nincs healing. Na mindegy, ott item már nem volt már szerintem. Hát ez így esélyes. Alright. Majd már van lehetőségünk körbenézni.
Oké. Okay. Jó, akkor itt leesünk megint. Hát, az a helyzet, hogy nem hiszem, hogy ki tudom kerülni ezeket a farkasokat. Max, megpróbálhatom. Úgy is segít, Adria, én meg is lepődtem, azért másfél óra az, még futva is azért elég jó. Nagyon hullanak. De szerintem még van. Oké. Okay. Ott a szól. Kapjuk nagyon. Thank you.
Nem ideális. Hát... Nem tudom, mi az ideális. Az amúgy, hogy... Az a jó tényleg a Souls game-ekben, hogy bármilyen build-el lehet játszani. Mert igazából... Tehát nem azt mondom, hogy mindegy, de... Sokféleképpen lehet játszani. Na, maradjunk annyiba. Ugye ezt az Elden Ringnél is láttuk. Végig lehet játszani azt tényleg sokféleképpen. Magic az mindig jó. Azért láttuk azt is, hogy Az se volt 100%-os megoldás, meg hát nyilván, hogyha az tökéletes lenne, akkor mindenki azzal játszana. Hát ez remek. Gyorsan mozgó ellenfeleken a range sokat nyom alatba, már mint nyilván enemitől függ, de na. Félig ment le a HP-ja. Miért érzem azt, hogy vele még találkozunk majd? Hello, Nevermind, szia-szia. Szép estét, mi újság? Hogy vagy? Szasz! Jó észrevételeim vannak? Most látok itemet. Olyan az idő nálatok, mint itt Angliában? Hát mondjuk általában, mert most éppen itt nagyon szép idő van. Csak föl kéne oda menni. De azt hallottam, hogy most nagyon sok eső esik arra fele. Ha, nem erre kell jönni. Shit. Oké. Okay. Lehet bármerre. Hát a kőfal az mindig egy nagy akadály. De ja, megyek amerre. Úgyhogy... ja, itt most éppen jó idő van, de igen, hallottam, hogy nagyon-nagyon sok eső várható, meg hideg is van.
Hát igen. Nem mindig csak nekünk járjon ki a jóból. Ez itt mi? Na, mi lesz most? Okay. Tudtál villekni az egyetemes pulcsidban? Gondolkodok én is, hogy veszek egyetemi pulcsit, de csak pirosban van. Nekem erre időm. Hol lehet oda fölmenni? Erre? Nem erre? Nem erre. Nem erre. Erre már voltunk. Ez még a leszakadás előtt van, igen. Vannak a dolgok. Fák. Ó. Oh. Ebből mi lesz? Megint. Azt mondta a fickó a ballangban, hogy keresek magamnak egy ilyen rothadó valamit. Hát itt van valami. Ja, free hugs. Csak egy sálat kéne kötni.
Kapucni is, igen, ilyen hoodie. Megnézem ma jobban a kínálatot, mert ha van fekete, akkor az jó lenne. De pirosat nem fogok venni. Ezt nem nagyon tudom. De itt nincs semmi. Várjatok. Nem, itt nincs semmi. Itt van egy item fönt. Itt majd szerintem onnan föntről lehet felvenni. Jó, mindig megyünk tovább. Oké. Okay. Szóval, hogy múltkor voltunk Cambridge-be, vettem egy Cambridge-es pólót. Már University of Cambridge. És ezt a hivatalos... Oké, okay. Itt van egy híd. Akkor itt még nem megyek. Akkor még megyünk oda... ahhoz a kis faluhoz, ahol meghaltunk az előbb. Csak itt rengeteg farkas van. Ez így nem jó. Vagy nem jönnek? Lehet, hogy nem jönnek. Nem nyomunk ilyen Mr. Robotos ezét. Halt. Halloweenkor lehetne? Hát, de abban mi a félelmetes, akkor már inkább farsankor. Csak az itt nincs. De amúgy van fekete hoodim. Kettő is. Az nem hangzik jól, nevermind. Thank you.
cheat. Nem úgy, sétálni, nem ijesztő, tehát nem ilyen horror valami. Szerintem a Mr. Robot nem volt úgy félelmetes, tehát... Na, nem volt ijesztő. Inkább úgy mondom. Futunk. Tényleg a Halloween jelmez az más. Más jellegű. Most átjöttek a farkasok. De itt van az egész baj, bejött. Próbáljuk őket valahogy így kikerülni. Legalábbis a nagyját, mint hogy oldalt ment, amikor oldalt mentem, hogy talán valamennyit ki lehetett. Itt rátapadunk a falra. Ezt itt megöljük. És megpróbálunk itt elsúnyogni. Tudom, ott voltunk fönt. De oda fölmentünk. Nem tudom, amúgy a legjobb kard van nálunk. Ezen is tanakodok, hogy... Jó. Akkor ez lesz. Merre kéne menni? Mindegy.
Van egy nyilas misi fönt. Sokan vannak nagyon. Segítség! Csodálkoztok, hogy iszom. Akkor viszlát. Okay. Yours. What? Key. Key. Yeah, ott lent jó. Thank you.
ez mi, hogy valamelyik fán átmegy, valamelyiken meg nem? Na jó van, szevasztok. Thank you, Dark Souls. Oké. Abba a toronyba kéne fölmenni szerintem. Fölmegyünk ebbe a toronyba, és akkor utána fölmegyünk amabba. Tehát szar item volt már ráadásul? Nagyon jó. Hát... ez remek. Hiányzott már ez a játék. És már majd játszunk valami nyugis puzzle game-mel is. Hát szerintem van emberünk, igen. Mirror's Edge. Oké. Tehát valamilyen jó puzzle-ös, ilyen gondolkodós. Az nem baj, ha hosszú. Csak mondjátok, ha hosszú. Oké. Okvetlenül megnézzük. Borsod, azaz. Ó. Hát sajnálom, segít Adri. Van az a közeg, amiben a só is nagyon értékes, de a borsó az... az az igazi.
shit. Próbálkozunk még, mert amúgy kicsit okosabban játszanék, akkor jó lenne. Ó, de jó. Jönnek a kutyák. Farkasok. Viszlát.
Lehet tényleg híd lesz. Nem megy most. Valahogy most nem megy. Miért gondolom az emelkedőn keresztül lehet ott leugrálni, ahol volt az az item, amit mondtam is. De megnézzük. Persze. Basszus, most a szomszédoknak éppen centrifugál a mosógépe, és konkrétan érzem, ahogy a kezem alatt remeg az asztal. Oh yeah! Na mindegy, szóval lehet, hogy ott nincs valami jó beállítva azon a mosógépen. Nagyon billeg. Na jó, megnézzük. Jobb ötletem nincsen. Nem megy ma a játék, úgyhogy felfedezünk. De mindjárt leszakad. Az lenne még a menő. Ki az a Józsi ott? Szevasz! Well, well. Ja. Your Lady Yuria's Lord of Hollows. No bell tolls. And yet, you've slipped into the painting. Ah, no matter. If you've lost your way, the words of Lady Frida will guide you. Now,
Go on inside, show respect, and listen carefully. What's keeping you? Show respect, and let Lady free. A lady. Szevasz. Welcome to the painted world of Ariandel. I am Frida. I have long stood beside our blessed father and the rest of the Forlorn. But forlorn thou seemest not. Lord of Hollows, I know not the missteps which led thee to this painted world, but thy duty is all, and thy duty lieth elsewhere. Return from whence thou camest. I presume it visible to thee? The bonfire here in this room. A meek and faded thing, but 'twill guide thee nonetheless. Ah, yes. There is a thing thou shouldst by rights possess. A remembrance of this cold world for the great Lord of Londor. May it help thee bear thy duty. Now, return from whence thou camest. Thou'st a place in that world, and that alone is cause to rejoice. Now, return from thou'st a place in that world, and that alone is cause to rejoice. Mm-hmm. És akkor most menjek vissza hova? Létrán? Milyen létrán? Bonfire mellett. Jó. Okay. Jó, menjünk. Azért nem Elden Ringezünk, mert nem láttam értelmét annak, hogy most lecsipegessük a maradékot, hogyha úgyis elővesszük majd második végjátszásra. És úgy, hogy a második végjátszás 100%-os lesz, tehát ott akkor mindent meg fogunk csinálni. Akkor fölöslegesnek láttam most lecsipegetni még a maradékot, főleg úgy, hogy nem is tudjuk maradéktalanul. Oké. Okay. De pofán vertem azért, aki ott volt. Azért a mihez tartás véget.
Jó, hát ez várható volt, hogy leesünk. Várjatok! Akar ez még valamit mondani nekünk? Lady Frida has spoken, has she not? Then tarry no longer and be gone. Carry on. For Lady Yuria and for Londor. There is one thing you should know. Inside the cold painting, curiosity could be your cross. Stray from the withering flame, and the snow will swallow you whole. There is one thing you inside the cold paint. Stray from the withering flame, and the snow will swallow you whole. Okay. Nem Indbeard lesz, hanem Fate és Dex. Ó, látom, ott is le lehet menni, aha. Na, akkor átmegyünk most oda. És akkor utána leugribugrizunk. Ez a... Ja, várjál, ne. Az a hosszabb? Nem, ez a... Oké, akkor először itt zárjuk röviden a dolgokat. Mindig is gondolkodtam, hogy egy Fate build-et kéne csinálni. Úgyhogy akkor majd azt fogunk. Nyilván a backloggal is lehetne haladni. Semmi baj. Igen, volt egy kis szerencse benne, na. De hát Istenem. Igen, ez a fegyverre van seggező. Thank you.
Az itt megint leesik ugyanúgy. Jó, semmi baj. Kalkulálva. Tehát belém állt egy nyíl. Lezuhantam. Fölgyújtottak. És megint lezuhantam. Akkor megyünk a túloldalon. Le se kell vágni a hidat. Vagy ott kéne más fele? Na várjatok. Nem tudom, hogy elsőnek hol estem le. Nem ismerem a mappot, úgyhogy... De mindegy, kibogarászok, hát mindegy. Amúgy megoldjuk. Hát így vagy úgy leérünk, ez fix. Ez túl magas volt. Azt hittem ez már jó. Vagy tegyünk be macska gyűrűt? Vagy mi legyen? Csak szaladjuk. Hát remélem is, hogy lesz lent bonfire, mert ha... Egyszer kéne fővenni nyilván.
Nem minden sorra reagálok, Shady Tadri, mert... mert nem. Nem hiszem, hogy most van delayed. Mellett. Semmi baj. De hova? Ó, ide. Lit. Na, akkor most már lehet felfedezni. Oké. Semmit nem sebzünk rajta. Mi, micsoda? Itt van létra? Favágás macsetével. Jó, tehát így simán vissza tudok menni akkor a híthoz. Szasztok.
Érdekes. Hát ez remek. Tehát a kutya nem úgy jön le, hogy bizonyos HP-nál lehívja, hanem... Jó, oké. Akkor igyekszek. Na mindegy, a lényeg az, hogy haladjunk. Aztán majd meglátjuk. Pedig most, ami a csövön kifért, nem volt tökéletes. Kéne valami stamina region. Nem? Van olyan? Van. Puska kéne ez a melóhoz. Ja. Ez fontos, hogy ezt visszavettük. Oké.
Lehet, hogy betesszük azt az a frostbite-os gyűrű. Vagy nem? Megnézzük. Almost? Hát azért az túlzás, hogy almost. Azért a kutyának volt még HP-ja bőven, de... ja, valahogy így kéne. Ostorsorol, hogy szia, szép estét neked is. Mi újság? Ez a kutya legalább nem pók. Hát, igen. Hagyjál! Hagyjál!
Hát van strengthünk, de tehát quality build, tehát nagyjából 45-45. Tehát... De mondom, jó ez így alapvetően. Meg néha leüti a sírgyét. Hát igen, kicsit rövidek a kardok, ez kétségtelen, de mindegy, gyorsak. Beindult a cséphadaró, csak mondom. Csak ütni kell. Egyszerű ez a játék. FPS-eknél is mondtam, a Rainbow Six Siege-nél is, meg a Chain-nél is, hogy az nyer, aki hamarabb rákattint a másik fejére. Jó. Na mi van itt? Boss room, úgyhogy gondolom semmi, de azért körbenézünk. Itt egy nagy kard. Hát így van, sejtedre, és vannak is ilyen
ilyen challengerenok, hogy ilyen no hit, meg dance pad bekötött szemmel, hátra kötött kézzel. Mondjuk a dance pad, akkor mindegy. Jó, na. Szerintem itt ma meg is állunk ennek örömére. Beindul ez majd, csak vissza kell szokni egy kicsit. De ja, jó lesz ez. Úgyhogy innen folytatjuk.